Hölgyeim és uraim! Önök a Petőfi Zenei Díj életműgáláját látják. A színpadon Presser Gábor. Kedves Ancsa, virág helyett néhány dalt hoztam azokból, amiket valamikor nagyon régen, amikor kezdtük ezt a szakmát, együtt csináltunk, és ezzel szeretnék neked gratulálni a Petőfi Életműdíjhoz, és kívánni nagyon sok jót, boldog és munkás hétköznapokat. És még egyszer gratulálok. Meg milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen, valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem, valaki mondja meg, miért jó az ember, valaki mondja meg, miért nem, valaki mondja meg, miért lesz gonoszá, valaki mondja meg, miért nem. Mondja meg, hogyan kell élni, apám azt mondta, ne bánts mást. Valaki látta, hogy bántottalak már, valaki látta, hogy bántottál. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt, anyám azt mondta, hogy boldog lép, de anyám azt nem mondta, miért nem a földet, anyám nem mondta
Önök a Petőfi Zenei Díj életműgálát látják. Ma este Adam és Annát ünnepeljük. A színpadon a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról ősbemutatójának főszereplője, Balázs Péter. Drága Anna, régóta vártam ezt a találkozást, ezt a személyes találkozót, mert egyébként veled nem lehet nem találkozni, mint dalszövegíró, mint előadó művész, mint költő. A főiskolai éveim a te egyetemi éveidre esett. Sokszor találkoztunk, sokat beszélgettünk, tervezgettünk. Tanultunk egymástól, aztán a pályaválasztás más irányba vezetett mindannyiunkat. De szinte önkéntelenül ráéreztünk Márai Sándor gondolatára, vigyázz arra, hogy ne mulaszd el a pillanatot, amely csak a te pillanatod, művet kivitelének végzetszerűen kijelölt időszaka. Ilyen nagy gondolkodók árnyékában próbálok néhány dolgot megfogalmazni, de hogyan mondjam el, amit nem lehet, mert szó az nincs, csak képzelet. És mit tegyek, ha nem bírom már elviselni, amiben vagyok? Ha a gondok elharapják már a torkomat, hozzám fordultál, és adtál nekem egy csodálatos vezérfonalat, mely végigkísért színészi életem sok örömmel és nehézséggel tarkított útján. Manuel szerepét, s a ringasd el magadot. És bár a szerepet nem te osztottad, de a tartalmi, ezek nagy szavak, az örökkévalót te biztosítottad hozzá. Köszönöm. Mert nem csak magadnak írod ezeket a verseket, nem tudod megőrizni a mondatok intimitását, mint egy helyt nyilatkoztad, mert művész vagy, törékeny nő, de szikla keménységű gondolkodó, egy gyöngyhajú lány, akit most így köszönthetek, magam, és nem túlzás, milliók nevében számomra megtiszteltetés, elismerésed pedig adjon erőt további tüneményes munkádhoz. Isten áldjon, édes Anna! Hát igen, szép vagy. Szép. Jól állom. Az a néhány szám. Köszönöm szépen. Nem sok női szövegíró tevékenykedett ebben a szakmában. Úgy értem, hogy a pop szakmában igen, de a rock szakmában talán Anna az egyedüli, aki ezeket a legendás szövegeket, legendás zenekaroknak, előadóknak megírta. Én mindig csak egyet szeretnék, és azt hiszem, hogy ez a lényeg. Jó dalokat, tartalmas dalokat írni. Nem nagyon szeretem azt, hogyha műfaji címkéket ragasztanak rá, és nagyon jó előadásban, és ihletett előadásban azt visszahallani tulajdonképpen. Amikor elkezdtünk, akkor nem tudtunk így zenélni, meg nem tudtam szöveget írni, meg nem voltak ilyen jók, meg más volt, de minden szempontból új volt, friss volt, eredeti volt, és nagy tömegeket mozgatott meg. Szóval én nem tartottam magam se egy profétának, se nem is akartam ilyesmiket sem megváltani, szóval elmondani a nagyon nagy dolgokat. Ezek a szövegek olyanok, amelyek helytállóak, valószínűleg azért is, mert annyira egyszerűek és tiszták, hogy mindig érthető.
Én a rock and rollt mindig is a világ népzenéjének tartottam, de azért önmagában egy nagyon egyszerű dolog. Tehát miről szól? Valamiféle szabadság, lázadás, nő, férfi, férfi, nő, szerelem, halál, ennyi. Nagyon sokáig nem volt biztos, hogy emögött lesz valami falsúlyos tartalom. És akkor egyszer csak megjelenik egy Bob Dylan nevű szerző, aki aztán a pályája végén az irodalmi Nobel-díjat kapja meg. És ez az analógia a magyar könnyűzenében is megvan, Adamis Annának és Bródi Jánosnak köszönhetően, hogy egyszer csak kiderül, hogy emögött a nagyon egyszerűnek gondolt műfaj mögött valami nagyon erős tartalom megjelenhet. Tulajdonképpen az irodalmi mélységére hívom fel a figyelmet, és arra, hogy egy dalszöveg adott esetben nyilván a zenéjével együtt, de képviselhet valami olyan erős üzenetet, mint amit mondjuk a nagy költőink a versekkel, és ez túlzás nélkül így van. A jelen idő számomra, mint író számára azt jelenti, hogy a dalnak a keretét a korunkra rímelő tartalommal szeretném megtölteni, ami épp úgy épülhet egyéni sorsok igazságaiból, mint ahogy a jelenlétünk, az életünk, a valóságunk ezerféle reflexe vagy lenyomata lehet. Valaki látta, hogy bántottalak már. Valaki látta, hogy bántottál. Ennek a bizonyos siker része is az, hogy egy szórakoztató dolog és egy kedves dolog. Ennél nekem sokkal több volt mindig, mert ez egy nagyon komoly dolog volt, mindig komoly dolognak éreztem, és komoly dolognak érzem most is. És azért is választottam tulajdonképpen annak idején a sok lehetőség közül, mert nagyon sok olyan úgynevezett komoly dolgot választhattam akkor. Chanson, song vagy dal, sohasem választottam szét, hiszen régen is írtam songot, és régen is írtam chansont. Csak éppen nem neveztük annak, csak egyszerűen elénekeltük. Magyarország egyik legnépszerűbb fesztiválzenekara ma este egy LGT taggal kiegészülve adja elő Adamis Anna Kovács Katinak írt klasszikusát. A színpadon a Blaha Louisiana, a doboknál Solti János. Ezer szöget ver rám, szöget üt a szélben síró fát, rám szögezi bánat terhét, de te nem jössz, hogy levennéd. Az eső csak hull, egyre hull. Feketén dobol a ház falán, ablakszemek könnyeznek dalán. Rám zárja a magány ajtaját, és te nem jössz, hogy kinyitnád. Az eső csak hull, egyre hull. Sötétből rak falakat,
Szívből gratulálom a művésznő a díjhoz. Megtiszteltetés lenne a zenén. Köszönjük szépen, amit látom. Adami Sanna, akkor nekem Lokomotív GT. Az édesapámmal egy 1002-es Bordó ladában ülünk és megyünk a rakparton, és akkor azt kérdezte tőlem, hogy az ott lévő kazetták közül melyiket hallgassuk, és én mondtam, hogy a Loksit. Minden karácsonykor kaptam egy LGT lemezt. Az volt a fő karácsonyi ajándék, hogy az LGT ott legyen. Szerintem nincsen olyan iskolai tanévzáró, tanévnyitó, vagy bármilyen olyan rendezvény, ahol ne hangoznál valamilyen dal tőlük egyébként. Egyszer egy tévéforgatás alkalmával a Somló oda jött hozzám, és azt mondta, hogy én akkor a Generálban játszottam, ahol két dobos volt, és azt mondta, hogy te figyelj, nálatok úgyis két dobos van, gyere át a Lokomotívban, nem fog senkinek hiányozni a Generálban. Mai napig játszunk olyan LGT dalokat, mik azt gondoljuk, hogy fontos, hogy a fiatalok is megismerjék. Mindig azt éreztem, hogy ez a szöveg valamiért sokkal több, mint mondjuk egy egyszerűbb sláger szöveg, ami akkoriban mondjuk a 70-es, 80-as években ugyanígy népszerű lehetett, de valahogy ő kimagaslott ezek közül. Szerintem kifejezetten intellektuális szövegeket ír. Annyira passzolt ez a kettő együtt. Annyira valahogy én nem tudom, hogy tudták ők ennyire jó munkakapcsolatot, és ennyire jól összetudták ők magukat kapcsolni. Tehát ez nagyon ritka, hogy valaki így talál egy ilyen szerzőtársat. Nagyon-nagyon ritka, és azt gondolom, mind a kettőjüknek egy nagy ajándék, hogyha találkozik két ilyen ember. Amikor kultúráról beszélünk, akkor mindig elfeledkezünk arról, hogy a könnyűzene az egyik legnagyobb része a kultúránknak, ami legjobban, ha nem is veszük észre, de ott van a mindennapjainkban, ott van, amikor a kocsiba ülünk, ott van, amikor elmegyünk szórakozni, legyen szó, csak beülünk valahova, vagy tényleg koncertre járunk, hogy néha elfelejtjük, hogy a könnyűzene gyakorlatilag az egyik legmeghatározóbb kulturális identitásunk, és az LGT az gyakorlatilag a modern magyar popzenének az alapja, az alapköve, és erre büszkének kell lennünk, és szerintem igenis mindig vissza kell emlékeznünk, és fel kell idéznünk ezeket a zenei, kulturális pillanatokat. Nekem ez nosztalgia. Nagyon, nagyon nagy öröm. Na az öröm, hogy egyáltalán ezek a dalok élnek.
Ha nem esik egy tégla a fejedre. Ha nem nyelsz le egy szákát se keresztbe. Ha nem bírod már elviselni azt, amiben vagy. Ha azt sem akarod tudni már, hogy ki voltál tegnap. Ne törődj a tegnapokkal. Ringasd el magad. Ringasd el magad. Ringasd el magad. Ha senki nincs, ki elringasson. Ringasd el magad. Előbb lépnek el a hegyek, előbb szólnak rád a kövek. Előbb megy vissza a folyó, mint téged elér egy szó. Zene, felhangok nélkül. Vonzás, szemérem nélkül. Tested, szerelmed nélkül. Élet, életed nélkül. Nem kellenek. Én tudom a dallamot, te tudod a szót. Én mondom az igazat, és te mondod a jót. Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet? Mert a szó az nincs, csak képzelet. Tovább él a nap, amikor megláttam. Tovább él a perc, amit úgy kívántam. Ha tovább élek én, tovább él ő bennem. Mit tehetnék mást, ha egyszer őt szerettem? Ha a csend beszélni tudna. 4 milliárd hangon szólna mindarról, mi bennünk rejtve él. Mellém ül a csend, mint jó barát. Szomjazom a képzelet szavát. Éhes vagyok, bontja asztalát. S a holnapot, mint almát nyújtja át. S holnap jön egy villamos, és átvisz a holnap utánba. Holnap jön egy villamos, ne félj. Szóból vannak hidak két ember között. Csend lobbantja őket a fejetek fölött. Mindenki mást érez, minden szó mögött. Ami nekem kéne? Azt te nem tűröd. Menni kéne. Lögdösődni. Dörgölőzni, összejönni. Lábnyomokban lépegetni. Egy levegőt lélegezni. Egyszer a nap úgy elfáradt. Elaludt mézöld tó ölén. Az embereknek fájt a sötét. Ő megsajnált. Eljött közénk. Én hoznám a holnapot. Fölkelteném a napot. Süssön rá fényesen. Hullott a könnyünk, annyit nevettünk. Azt tettük, amit szerettünk. Bámultuk sokat a kis csajokat. Így éltünk boldog napokat. Miénk itt a tér, mert mi nőttünk itt fel. A ház is a miénk, mert mi viseljük el. Nekünk kevés fény jut, árnyékból van több. Sötét szobánkban a pók rossz hálót köt. Együtt énekelünk. A föld is forog velünk. Máskortán hiányzunk. Tudod, hol tanyázunk. Menni kéne minden lépést, kipróbálni minden érzést. Szállni kéne szárnyak nélkül. Álmodozni álmuk nélkül. 10 000 titkos néma vád. 10 000 év nincs, hogy tisztázd. 10 000 szavad közénk áll. 10 000 vad ország határ. Valaki mondja meg. A hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat? Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt? Valaki mondja meg, hol maradt.
Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm ezt a megtiszteltetést, hogy egy ilyen gyönyörű dalt énekelhetek ezen a színpadon, ilyen gyönyörű szöveggel. Köszönöm. Köszönöm. A színpadon a Metro, az LGT és a Skorpió alapító tagja, Frenreis Károly. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök, különösen Annát üdvözlöm nagyon sok szeretettel, akit mi röviden Ancsának szólítottunk, és ahogy róla szó kerül nálam, egy hőskor teljesen nyakig benne lévő szövegírójáról beszélgetünk, amikor mentek a nagy zenekari változások, és megcsináltuk az LGT-t, de közben előtte mi már az Ancsával dolgoztunk, az Alatnai Cilinek csináltunk nagy lemezeket, amiben nagyon szép szövegeket írt, és az LGT-ben együtt dolgoztunk Laux Józsival, Ancsával. Én nagyon szép emlékeim vannak rá, és azt hiszem, hogy tulajdonképpen a hőskor mellett ő egy nagyon jelentős tényezője a magyar pop-rock zenei szövegírásnak. Ő benne van a legjobb szövegírók között, akik Magyarországon alkottak és alkotnak, és ez egy nem kis dolog, mert a magyar szövegírók nagyon jók, azt hiszem. És ugye azokat az izgalmas időket, amikor én eljöttem a Metro zenekarból, Laxhoz, és Pici eljöttek az Omegából, és elkezdtünk próbálni, és akkor szűkebbre fontuk egymás kapcsolatát, ami azt hiszem, hogy nagyon jó dalokban nyilvánult meg, és őszintén és nagy szeretettel üdvözöllek most itt. Köszönöm. És azt hiszem, hogy egy igazi életmű van mögötted, ami minden tiszteletet és minden dicséretet megérdemel. Köszönöm szépen. Köszönöm, maradj itt majd. Nagyon szépen, köszönöm.
Adam és Anna munkásságával először szerintem apró tizenéves koromban találkoztam, 10 000 lépés című album kapcsán, ami én nagyon meg a rajongó voltam már gyerekként is. 10 000 titkos téma vár. Életünk részei voltak, és én ugye 57-es vagyok, tehát akkor voltam általános iskolás, mikor az illés. Én mondjuk illéses voltam, az Omegát kevésbé hallgattuk, de azért egy gyöngyhajú lányt mindenki tudott, vagy egy fényes porcelán, és ott áll a zongorán egy fényes régi lámpa. Ezeket kívülről tudtuk. Az nagyon érdekes, hogy anno senki nem szerette az Omegát, de bizony a kis stadion mindig tömve volt. És hát ez igazán az Adem is Annának is köszönhető, mert ugye a gyöngyhajú lány az egy örökérvényű sláger maradt. Adam és Annának a nevével a lemezborítón találkoztam, és mondtam, ezt itt Presser, ezt is a Press, Adam is Anna, Adam. Hogy kerül egy nő egy zenekarba, vagy zenekar közelébe egyáltalán? Szerintem, mivel én Omega rajongó vagyok, ezért én nagyon sok dalának a szövegét csodáltam meg, és tulajdonképpen ezen nevelkedtem. Eszünkbe nem jutott akkor, hogy arra gondoljuk, hogy egy igazi rock szöveget csak egy csávó tud írni. Nem. Anna zseniálisan írta a szöveget. Fiúk, lányok, mi együtt tudtuk énekelni. Már akkor szembeötlő volt nekem, és nagyon furcsa annak ellenére, hogy én tudtam, hogy ő írta ennek a dalnak a szövegét, hogy nőként, hölgyként hogy tud valaki ennyire beleérezni abba, amiről a férfi lélek szól.
Művésznő, nagyon megtisztelő volt, hogy elénekelhettem ezt a csodálatos dalt és szöveget. Röki hálás leszek érte, köszönöm. Köszönöm szépen. A zenekar... Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mindig meglepett az a lemezborítón az a név, hogy Adam is Anna, mert ez annyira, mert úgy, akik énekelték, nyilván férfiak énekelték, és úgy gondoltuk, hogy ez egy férfias szöveg a legtöbb szövegről. A zene a szöveg által lesz igazából slágerré, de a szöveget, hogyha elmondom, akkor is beugrik a zene. Szerintem az csodálatos, amikor egy dalszöveget több rétegben lehet értelmezni, és mégis egyszerűnek hat, de a lehető legmélyebb érzéseket váltja ki belőled. Nekem ezek a szövegek nem sima dalszövegek, nekem ezek költemények. És olyan szabadságot ad az emberi léleknek, mert annyi féle képpen lehet saját magunk életére húzni a mondani valóját, ami által mindenki azt érzi, hogy nincs egyedül ebben a világban. El kell választani azt, amikor egy dalra, egy popdalra írsz szöveget, meg más, amikor verset írsz. Nyilván a popdalnak megvannak a saját törvényei, szabályai, ritmusának kell, hogy legyen, meg kell, hogy legyen a ríme, és nagyon kis idő van arra, hogy olyan gondolatokat átadj, amit fontosnak érzel. És én azt hiszem, az Anna ebbe zseniális volt. Nem elég jó szövegeket írni, hanem olyanokat kell írni, amin nem fog az idő, mert hiába változott valami egészen elképesztő módon sokat a világ, mondjuk az LGT-nek az aktív éveihez képest akár, vagy az Omega, de az egyáltalán Adam is Anna munkásságához képest, ezeket nem lehet eltörölni már. Tehát ez már inkább költészet, mint a szöveg. Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy maga az előadó és a szöveg között legyen egy szimbiózis. És hát ezt borzasztóan nehéz megtenni egy harmadik embernek. Egy dalnak az örök érvényűsége szerintem abban is megnyilvánul, hogy ezt egy előadó minden életkori helyzetben elő tudja hozni. Az ő maga csendes okosságával, azzal a fajta érzékenységével, azzal a fajta zseniális dalalkotással, vagy nem tudom jobb szóban kifejezni, megkerülhetetlenné vált. Költészet, szépség, gondolatok. Ezek a szavak jutnak így rögtön eszembe, ami azért különösen érdekes, mert a mai zenei világban nem feltétlenül ezek a szavak jutnának eszembe. Vannak ilyen alap hármas hangzat fordítások, amik eleve slágerre vannak ítélve. Ehhez van egy tökéletes szöveg, ugye? És az embereknek, hogy beívódik a bőrük alá, kortalanná tette a dalt, én azt gondolom. 10 000 szavat közénk áll, 10 000 vad ország határ. De hát ez annyira gyönyörű, hogy közben jött a könnyem, csak szégyellem. A kortalan szövegeket a kortalan énekes, a Petőfi Zenei Életműdíjas Nagy Feró tolmácsolja. Egyik délután megyek az utcán, és látom, nem figyeltek rám. Mögött még üt se szól, mint rég. Úgy érzem, elfelejtették. Ho! Régi csimészek, nem ismernek engem meg. Nézik, amit nézek, aztán tovább mennek. Közel volt egy grond, mindig ott voltunk, vagy messze elcsavarogtunk. Hey, hey, God, rock.
Tudod, én soha nem felejtem el, amikor a Rottenbiller utcában vettünk föl egy lemezt, és te ott megjelentél. Hát én persze köpni nyelni nem tudtam, és azt mondtad, hogy nem jó ez a szöveg. Mondod a szövegírónak, hát ne viccelj már, hogy nem jó. Miért te mit énekelnél helyette? És akkor mondtál két sort, azt mondtam, ne haragudjatok, ez tényleg jobb. Úgyhogy Anna, le vagy imádva. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked. A színpadon a színésznő énekes, Keresztes Ildikó. Na mi van, te régi csibész? Itt felejtetted magadat a színpadon? Most már leszerepeltél, maradj csendben. Jó van, bocs. Drága Anna, Isten éltessen nekünk sokáig, még legalább 1000 évig. Óriási büszkeséggel tölt el, és szeretettel az, hogy azon kevés énekesnök közé tartozhatom ebben az országban, akinek nem csak egy szöveget írtál, hanem 2001-ben egy egész lemezt. Ez volt a Nekem más kell. Ott kezdtem el megérteni, hogy a szüleim miben nőttek föl, miben éltek, és hogy mennyire fontosak voltak nekik akkor ezek az egymondatok. Emlékszem, hogy milyen sorok álltak a Víg Színház kasszája előtt, mindenki látni akarta. A harmadikban kaptam meg a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című csokorból egy kazettát, és meghallottam, az olyan volt nekem a zenében, mint Latinovics a művészetben. Emlékszem, hogy az igazgató Várkonyi Zoltán bejött, és nagyon lelkesedett arra, hogy fiatalok új hangja is megszólal az egyébként veretes Vígszínházi stílus mellett. A Vígszínház musicalt fog játszani. A Vígszínház, ami hát egy évszázadok volt, egy igazi prózai színház. Röhögtünk magunkba, emlékszem, a Debrecenben a színészklubban. Hát persze, hogy amikor majd a Lukácsonyi elkezd énekelni, meg a Tahitót, már ne hülyeskedjetek már. Én akkor voltam olyan 20-21 éves. Elmentem a Vígszínházba megnézni a popfesztivál előadást. Az engem teljesen lenyűgözött, nagyon-nagyon tetszett. Elképesztő hatása volt rám. És egyszer hallottuk, hogy micsoda óriási sikere lett a dolognak, és aztán utólag egy kicsit elszégyeltük magunkat. Aztán rájöttem, hogy az Annának a szövegei talán a legnagyobb százalékban biztosították a sikert. 50 év távlatából nyilván egy színész, egy énekes megpróbálja ugyanazt a milliót, ugyanazt a hangulatot visszaidézni, de hát szerintem ez lehetetlen, hiszen ezek a szövegek ma egy picit másképp csengenek, de valahol mégis ugyanaz. Valahol mégis ugyanarról van szó benne. Meghatározza a gyerekkoromat, mert én úgy nőttem fel, hogy a szüleim képzelt riportot hallgattak, gyakorlatilag szinte szüntelenül. És meg is néztem, hogy kiírta a szöveget, és rajta volt a lemezen, ez a szép nő. Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet? Rengeteg feldolgozásban láttam, vizsgaelőadástól kezdve, hiszen szerintem ez tényleg olyan, amihez szeretnek hozzányúlni, főleg tényleg vizsgaelőadásokon, hogy fiatalok énekelnek, szomorúak, dráma van, reménykedve néznek a jövőbe, vagy reménytelenül, és rengeteg jó szerep van benne, úgyhogy ezt nagyon sokszor láttam, de most, hogy megint meghallgattam, talán most kezdem el először érteni. Nagyon mélyen belém költözött, nagyon a szövege vitt el ennek az egész előadásnak, mélyen belém maradt. Az apám az mondta, hogy ezt jegyez meg. Ez nagyon, nagyon kemény ez a szöveg. Ezt nem is értjük, hogy ez hogy lehetett. Még a mai napig is tudom a végszavakat. Tehát, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy egy végszót mondanál, tudom folytatni. Úgyhogy olyan sokat játszottuk meg, ott füleltem végig. Nagyon-nagyon szerettem a színházi életet. Én, ha így visszagondolok, igazából csak érzésem van az egészből, de kinyílt a világ. Ugye egy kamasz fiú, a kezdeti mindent tudok a világról, mert aztán rádöbben, hogy semmit, jön a magány, a félelem, az önbizalom hiány, ezt kompenzáljuk minden mással, de ilyenkor, amikor találkozik valaki
egy kamasz azzal, hogy más is ezzel küzd, vagy hogy milyen bajok vannak, vagy hogy szeretet van benne. Tehát valami úgy nagyon, nagyon szíven ütött. Tehát ő azt hiszem, azt fogta meg nagyon jól, hogy férkőzöm be. Ugye minden művésznek ez a dolga. Valaki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat? Ezekben a dalszövegekben, illetve ezekben a dalokban valami olyan típusú érzékenységet fogtak meg az alkotók, amik korosztályosak, amikkel mindenki tud menni. Valaki mondja meg, hogyan kell élni, apám azt mondta, ne bánts más. Meg akkor ugye nagyon kellett ez, nagyon várt mindenki erre. Meg sem tudta fogalmazni magában, hogy mire vágyik, de egy ilyen tiszta hangra, egy ilyen őszinte hangra. És ezt ő valahogy megcsípte, lehet, hogy nem is rúgott róla. De anyám azt nem mondta, miért nem a földön? Anyám nem mondta, mond sokkal boldogabb, kerülj el a sűrűidhez, ringasd el magad. Ha hangodok el a napják, már a torkodok, kihentesd a sebeket és ringasd el magad. Ringasd el magad, ringasd, ringasd, ringasd,
ringasd el magad, a senki nincs ki elringasson, ringasd el magad. Azt mondta, hogy boldog légy, de anyám azt nem mondta, miért nem földön.
színpadon a jazz énekes, előadó művész, szövegíró Váci Eszter. Kedves Anna, milyen kár, hogy nem találkoztunk hamarabb. Mennyit tanácsot kérhettem volna? Ugyanakkor nem hiszem, hogy lehet tanácsot adni szövegírásban. A szövegírónak van egy világa. Nem átruházható, nem átadható. Én soha nem tudtam másnak írni. Te pedig a legnagyobb hazai zenekaroknak adtál gyémántot a kezébe, amivel örökre beírták magukat a magyar zene történetébe. Kell lennél több a halhatatlansághoz? Egy nő teljesen más amplitudon rezeg. Máshonnan közelíti meg az élet dolgait. Azt hiszem, sokkal érzékenyebben, sokkal árnyaltabban, sokkal költőibben. És ez a lényeg. Szövegíró vagy és költő. Ritka kettősség. A legnemesebb együttállás, ami csak nagyon keveseknek adatik meg. 1976-ra, mikor megszülettem, már rég pótolhatatlan szövegek kerültek ki a kezeid közül, és ez csak megkoronázta egy olyan zenei nagyhatalom elismerése, mint Amerika. Egy magyar nő a 70-es években leteszi a névjegyét, mint szövegíró a világban. Köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm, hogy szólhattam hozzád, és csodálatos gondolatokkal teli éveket kívánok neked. Köszönöm szépen! Nagyon kedves vagy, és köszönöm szépen! Újra egy színpadon az Omega együttes lágerével a Vastag testvérek.
Köszönöm, köszönöm. Ilyen, ilyen. Nagyon szépen. Köszönöm szépen. És gratulálunk mindenhez. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm szépen. Ne énekelj. Muszáj. Hölgyeim és uraim, a Petőfi Zenei Díj 2020-as életműdíjasa, Horváth Csárli. Értjük egymás nyelvét, minden szó beszél, mégis másképp érted, mint ahogyan én. Más a szó, ha mondom, más, ha hallgatok, nem tudná a balkész, mit akar a jó. Én tudom a dallamot, te tudod a szót. Én mondom az igazat, és te mondod a jót. Az én igazam nem biztos, hogy neked nagyon jó, de mind a ketten várjuk azt a... Nem vagyok, elhagyok, elrabok, ellopok. Amit érzel, látom, amit látsz, mégis másképp mondom, mit előtte látsz. Gondolhatod bármit, előbb mondod ki, megbotlok egy kőben, és te fogsz elesni. Én hallom a balcipőt, rajtad van a jobb, visszakötött cipőfűző nem egy nagy dolog. Ami nekem jó, az talán neked nem való. De mind a ketten várjuk azt az elmondjuk, elhagyjuk, elrabom, ellopom. Csendombatja őket a fejetek fölött. Mindenki mást érzett, minden szó mögött. Ami nekem kéne, azt nem tűrök. Én mondom az igazat, és te mondod a jót. Én tudom a dallamot, és te tudod a szót. Ami nekem jó, az talán neked nem való. De mind a ketten igaz, hogy elmondjuk, elhagyjuk, elrabod, ellopod. Az ember messze menne el.
ne feledje a házat, merre tart. Mi vagyunk a Négy Esztrit zenekar, Gyergyó Szemiklósról érkeztünk újból ide hozzátok. 2021-ben nyertük el az Év Zenekara címet a Petőfi Zenei Díjátadon, és ennek nagyon-nagyon örülünk. Messze járok már, idegen földön ébredek. Ami lenyűgöző szerintem az, hogy Adam is Anna dalszövegíró, és az tényleg hihetetlen, hogy egy nő szemszögéből hogy lehet olyan dalszöveget írni. Ugye az nagyon nehéz az, amikor egy nő előad egy dalt, és te kell feldolgozni, vagy fordítva, és az, hogy egy nő írt egy olyan dalszöveget, ami négy erős személyiségű férfira úgy ennyire ráillik, meg úgy mindent úgy megfogalmazott benne, szerintem lenyűgöző. Ami még nagyon vagány ebben a dalszövegben, hogy egy csomó LGT dal cím is megjelenik benne, az Álomarcú lány, a Ringasd el magad, a Kékasszony, meg a Szóla Rádió is akár, ezek mind nagy-nagy kedvenceink, és nagyon frappáns ez a dalszöveg, és a hangszerelése is abszolút hozza ezt a jó hangulatot. Egy picit más Négy Esztritet hoztunk ma este ide, viszont remélem, hogy tetszeni fog mindenkinek, ahol megszólalnak az akkordok, azok a régi autentikus, ikonos kis akkordok, a mi kezünk és a mi munkásságunk alatt. Amíg te játszottál a téren, billentyűket gyúrtam a zongorán, táncoltam a kötélen, és majdnem leestem, s a nézőtéren rajtad nevettem. Még 15 sem voltam, s megőrültem már a dobokért. Átestél egy kanyaron és egy diplomán, illemórán és tánciskolán. És egyszer felgördült a függöny, szemben ült a tisztelt publikum. Eljátszottunk mindent, amit addig tanultunk, kivéve mit akkor se tudtunk. A kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián, minden hangot ismernek a zongorán. És ha néha-néha ezt nem is hallod meg, mégsem vagyunk elcserélt fejek. Ültünk a járdán a benzingőzben, Friszkóról megszületett egy dal. Egy-két elfelejtett szóban sosem volt ilyen, és nem jött el az álom arculán. Én csak a Kékasszonyt szerettem, és kotta nélkül játszom az életem. A tengelykezű fél ember még mindig látogat, de kértem már, hogy ringasd el magad. A kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián, minden hangot ismernek a zongorán. A kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián, minden hangot ismernek a zongorán. És ha néha-néha ezt nem is hallod meg, mégsem vagyunk elcserélt fejek. A nagy, az Artúr és az Indián, minden hangot ismernek a zongorán. A kicsi, a nagy, az Artúr és az Indián, minden hangot ismernek a zongorán. És hogy néha-néha ezt nem is hallod meg, mégsem vagyunk elcserélt fejek. Köszönjük szépen! Fiatal generációt képviselve megtisztelve állunk itt előttetek. Köszönjük szépen az útmutatást, és köszönjük szépen, hogy voltak példaképeink.
Én nem nagyon tudok más szövegíró nevet. Amiatt volt ő kifejező, hogy kerülte a kliséket. Tehát mindig valami külön világ az, amit megteremtett egy dal mögé. Kockásra hallgattuk az LGT-t, az Omegát, a Piramist, a Korát, a Konckovász Zalatnait, V-motorok, hát felsorolni sem tudom. Ha most megkérdeznék bárkit mondjuk az én korosztályomból, fölöttem egy-kettő, alattam egy-kettő, az tuti, hogy annak a fele biztos, hogy annak is annak szövegű dal lenne, amire emlékeznek az emberek. Egyenesen oda nyúlt a szívünk elős közepébe. Az egyik legnagyobb dalszövegírónk maradt, és maradni fog. Én, aki pofátlan vagyok, azt mondom, hogy nálamnál jobb szöveget nem ír senki. Kiderült, hogy de van. Hát őt úgy hívják, hogy Adamis Anna. Annak dacára, hogy egy gyönyörű szép nő volt mindig is, soha nem azzal operált, hogy rakosgatta magát meg. Én úgy ismerem őt, hanem hogy tényleg értéket és tényleg önálló gondolatokat közölt. A szavakkal való munka, és amit ő letett az asztalra, és amilyen világokat megfogalmazott, sokkal több költészettel, mint amennyit egy dalszöveg sokszor kívánna, boldogan elfogadnám, és hogyha csak minimálisan a nyomdokaiba léphetnék, már úgy érezném, hogy valamit alkottam az életemben. Ő volt az, aki elítette velünk, hogy milyen itt a tér. Próbálkozhatunk, merhetünk, szerethetünk, mondhatunk igazat. Fantasztikus, hogy van a hazánknak egy ilyen kivételes tehetségű női, tulajdonképpen költője, mert én azt hiszem, hogy ezek a dalszövegek, ezek költemények. Szerintem nélküle nem is tudtunk volna felnőni. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy a dalszövegeid által művelődhettem, és az érzékenységem fejlődött. Kedves Anna. Drága doktornő. Kedves Anna. Szervusz Anna. Drága Anna. Köszönöm. Köszönjük. A jó Isten értessen sokáig. Az összes magyar zenész, leendő zenész nevében nagyon köszönöm. Oh, so
és uraim, a Petőfi Zenei Díj 2022-es életműdíjasa, Adam és Anna. Hölgyeim és uraim! Nagyon boldog vagyok, hogy én lehetek a részese annak, hogy az életműdíjat, a Petőfi Zenei Díjat átadhatom. A szakma és a közönség imádott, és imádni fog örökre. Isten áldjon meg! Köszönöm szépen, nagyon kedves! Jó, nehéz! Köszönöm szépen mindenkinek, és köszönöm, hogy hallgattatok engem.